Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, adásunk mai témája a Szent István Király Múzeumban zajló kiállítással, rendezvényekkel és fejlesztéssel kapcsolatos elképzelések, tervek, és hát a stúdiónk vendége Pokrovenszky Krisztián, a múzeum megbízott igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szervusz, köszöntöm a nézőket. Az elmúlt időszakban ugye számos változás történt a múzeumban. Nem is olyan rég lett ön megbízott igazgató. Néhány gondolatban bemutatkoznál nézőnknek? Hogyne, tehát Pokrovenszky Krisztiánnak hívnak. Eddig én voltam a régészeti tárnak a vezetője gyakorlatilag, és akkor ugye úgy pályáztam meg az igazgatói pozíciót még tavaly. És akkor ugye a közgyűlés megválasztott igazgatónak, és akkor jelenleg én vagyok a intézmény megbízott igazgatója. Elsősorban régész vagyok. Aki nem ismer, de aki jobban ismer, azt tudja, hogy nekem ugye már műszaki végzettségem is volt, mikor a múzeumhoz kerültem, tehát én körülbelül 10 éve dolgozom a múzeumnál. Először múzeumi informatikusként, majd térinformatikusként, és a 10 év alatt végig a régészeti szakfeladat ellátással foglalkoztam elsősorban. És ez hogyan segíti mondjuk a régészetet, a térinformatika, az informatika segíti? Hát hogyne. Tehát én eredetileg ugye informatikusnak készültem, és akkor kerültem a múzeumhoz, mikor pont végzős voltam. És annyira megszerettem a régészetet, egy ásatásra kerültem gyakorlatilag segédmunkás technikusi feladatok ellátására, és annyira megszerettem, hogy én akkor elhatároztam, hogy én nem akarok informatikus lenni és egy íróasztalnál ülni egész nap. És az akkor egyik régész, nevezetesen Prander Péter javasolta nekem, hogy a térinformatikával ezt a kettőt nagyon jól össze tudom kötni. Ugye ezt tudni kell, hogyha egy feltárás zajlik, arról bizony, tehát rögzítenünk kell az adott állapotot, adatokat kell kinyernünk, és hát ez jelenleg a 21. században a térinformatika módszereivel a leghatásosabb. Tehát feltárunk egy felszínt, akkor mérőpontokat helyezünk ki, bemérjük az adott objektumokat, térképre visszük, és hát ez még kevés is gyakorlatilag, mert nagyon-nagyon sokrétű feladatot lehet ezzel végezni, tehát itt a fotó 3D-től a légirégészeten át, a geofizikai mérésekig gyakorlatilag nagyon sokrétű és színes munka ez. No, és akkor valóban tényleg segíti az egyik szakterület a másikat. Ez nálad abszolút ötvöződött. No, azt hallhattuk, hogy idestova 10 éve vagy a Fehérvári Múzeumnál? Így van. És akkor a következő lépcsőfok volt a pályázat. Igen. A pályázatodban milyen fő célokat fogalmaztál meg? A pályázatom nem titok, hogy a múzeumnak ugye létezett, vagy egy előkészítés alatt állt egy múzeumi stratégiája, amit ugye a kollégákkal együtt alkottunk meg. Én nagy részt támaszkodtam erre, hiszen a múzeum azért a múzeológusok véleménye az, ami számottevő, tehát nem akartam éles ellentétbe, tehát egy teljesen más módszert bevezetni. Viszont a vezetés terén ugye más elképzelésem is vannak, így nyilván megjelent a saját elképzelésem is a pályázatba. Amit én mindenképp szeretnék és szükségesnek tartok, az a jelenlegi szervezeti felépítésnek a módosítása. Ezt nyilván előtte a kollégákkal fogom egyeztetni, tehát ezt nem szeretném, ha médiából értesülnének. Nem lenne szerencsés. Nem lenne szerencsés, tehát ezt házon belül, de ezt mindenképp erőltetni fogom. Illetve hát az Árpádház programhoz kapcsolódó felújítások, költözés és a többinek a sikeres lebonyolítása, ami ugye nagyon fontos, de ez ugye elsősorban szervező munka is. Itt egyébként a műszaki énem azt talán segíti egy picit ezt a vonalat is. Nagyon fontos és hangsúlyos, hogy szeretnénk egy ilyen, tehát a kapcsolatteremtésre épülő politikát folytatni, tehát itt a környező megyei múzeumokkal, különböző cégekkel, szervezetekkel, hát gyakorlatilag ilyen baráti viszonyt kialakítani, egymást segíteni. Itt ugye például mondhatnám példának a környező megyei múzeumokat, ugyanis a régészeti feladatellátást
minden megyében az adott megyei múzeumnak kell ellátni, de hát ez gyakran ugye meghaladja az adott múzeum kapacitását. Itt például egymásra tudunk támaszkodni, akár a Kecskeméti Múzeummal, akár Tatával, de gyakorlatilag bármelyik közeli múzeummal szeretnénk egy jó kapcsolatot kiépíteni. Ezt mind tudományos téren, mind akár kiállítás, konferenciák, szóval egy barátságos és nyílt múzeumot szeretnénk. Bemutatkozott nemrégiben a Szent István Király Múzeum is, illetve egy beszámoló is elhangzott a Vidéki Múzeumok Szövetségének a találkozóján. Ott mi került a középpontba, illetve miért pontos ez a szövetség? Gyakorlatilag a Vidéki Múzeumok Szövetsége egyfajta érdekképviselete a vidéki múzeumoknak, tehát ugye van a Nemzeti Múzeum és van a vidék, ezt így leszűkíthetnénk. Ami mindenképp kiemeli ezt az idei eseményt, egyébként Lakitelken került megrendezésre. Gyakorlatilag az volt a legfontosabb témája, hogy körülbelül 20 határon túli múzeum is csatlakozott most a szövetséghez. Így gyakorlatilag ez most a Kárpát-medencét határainkon túlnyúló Kárpát-medencei múzeumokat is összefogja. És ilyen még nem volt, tehát ez mindenképpen történelmi eseménynek is nevezhetjük. És így most már 90 fő fölé rúg a tagok száma. Mindenki beszámolót hozott magával, vagy egy kicsit így jobban ezáltal áttekintést is kaphattak a múzeumok egymásról? Így van, minden múzeumvezető elmondta a saját múzeumának az elmúlt évét, hogy hogy alakult, milyen fejlesztések voltak, milyen terveik vannak a jövőre nézve, mik a nehézségeik, miben állnak jól, és így gyakorlatilag ilyen tapasztalatcsere és egymás segítése céljából is nagyszerű ez az összejövetel. No, ha már az összejöveteleknél tartunk, ugye lesznek majd események, de hogyha egy kicsit visszatekintünk, akkor nem olyan rég volt Gorcinban Florália. Mi volt a tapasztalat? Hogy sikerült a rendezvény? Milyen volt a fogadtatás? Külső visszajelzések alapján jól sikerült a rendezvény. Az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk, de szerencsére nem esett. Több mint 5500 látogató fordult meg a két nap alatt. A legnagyobb kihívás itt ugye az jelentette, hogy tavaly sajnálatos módon Nádorfi Gabriella halála miatt megüresedett ugye Gorzium vezetői pozíciója. Hosszú ideig nem is találtuk meg a megfelelő embert, és gyakorlatilag idén április 1-ével sikerült betölteni ezt a pozíciót Kovács Lóránd Olivér személyébe. Vélemény szerint egy nagyszerű szakembert találtunk erre a pozíció. Ő egyébként korábban már dolgozott a múzeumunknál, tehát nem ismeretlen neki a terep. És még egy személyes esemény is közre játszik, hogy én őt ismerem, ugyanis 10 éve, mikor elkezdtem itt a pályafutásomat, nála kezdtem régészkedni. Akkor volt egy ilyen összekötő plusz kapocs. Így van, és igazából utána is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, mikor ő elhagyta a múzeumunkat, mert ő az országos szakfeladatellátás koordinálásában, régészeti szakfeladatellátás koordinálásában működött közre, tehát igazából mi folyamatos kapcsolatban voltunk utána is, ugyanis Fejér megyében pedig én szerveztem ugye ezt a fajta munkát. Hogyan tovább, mire számíthatunk, majd Gorziumban lesz-e kiállítás, hiszen azért Nádorfi Gabriellának is voltak még az állandó kiállítással kapcsolatos tervei, ezt egészen jól előkészítette. Így van, hát gyakorlatilag Gabriella olyan 90-95%-os állapotba hozta ezt az állandó kiállítást, tehát maximum kisebb simítások várhatók ezen a téren. Ami nagyon fontos, hogy az időszaki kiállításaink sorát ugye bővítsük, egy évbe akár többet is rendezhetünk. Lóránd nyilván ennek a szakmai irányítója, tehát a részleteket majd inkább tőle várjuk. Ami nagyon fontos, Gorzium terén ugye van egy KDOP pályázatunk, amiben itt is szerencsés esetben vagyunk, mert nem tudom, ezt mennyien tudják, de 3 fordulós volt ez a pályázat, és az első fordulóban még pont a Lóránd kezdte előkészíteni ezt a pályázatot, tehát erre is van rálátása szerencsére. Most gyakorlatilag a legnagyobb feladata ennek a pályázatnak a rendbetétele, összefogása, és gyakorlatilag a fenntartási időszaknak a sikeres levezénylése. Akkor végül is tényleg egy ilyen
a nagyon tragikus, szerencsétlen helyzetben egy ilyen egészen jó átívelő, folytatólagos megoldást sikerült találni az új szakmai vezető személyében, fogalmazhatok így, ugye? Véleményem szerint igen. És még nagyon fontos, hogy gyakorlatilag most szisztematikusan elkezdjük a ROM területnek az állagmegóvási karbantartási munkálatait is. Tehát itt évről évre folyamatosan az állagmegóvást biztosítjuk a romok számára. Az jó, mert Gorzium ugye sokak számára egy ilyen pompázatos kisziget, ezt gondolom mutatják a látogatószámok is. Így van. Gyakorlatilag Gorzium egy különálló kis múzeum a múzeumban, így is fogalmazhatnánk, egy külön kis sziget. Florári előkészületi előtt ezt elmesélem, a kolléganőkkel az irodáról kimentünk ugye megtekinteni a helyszínt. Pont egy csodálatos napsütötte délután volt, és az a nyugodtság és természet, ami ott fogadott minket, teljesen átjárt minket, és a napi stresszt is igazából leküzdöttük így. No, ez volt ugye egy kicsit így az elmúlt időszak rendezvénye, meg hát ugye az előremutató tervek, de hát Székesfehérváron belül sem áll meg az élet, hiszen itt is számíthatunk nagy horderejű kiállításokra az elkövetkező időszakban, ami szerintem sokakat meg fognak mozdítani, hiszen például az Ikarushoz mindenkinek van kötődése, és ezt az országzászló téren is megtapasztalhatják majd. Így van. Tehát ugye fontos megjegyezni, hogy a rendház, tehát a főépületünk az jelenleg most zárva van. Tehát a legnagyobb kiállításaink, amit a dísztermébe szoktunk megrendezni, az ugye új helyszínre kerülnek. És így van, az Ikarusz lesz az egyik olyan, ami főként ugye a fehérváriakat, hát nem kell mondani miért, de ez fontos szempont a fehérváriak számára. A közlekedési múzeum közreműködésével május 28-án nyílik az Ikarusz kiállítás, ahogy említetted is, az országzászló téren. Nagy eseményre számítunk, hiszen buszos felvonulást is tervezünk a környék különböző pontjain, hát körülbelül 10 busz lesz megtekinthető. Plusz a városi kabrió. Plusz a városi kabrió, így van. Tervek szerint az is kihelyezésre kerül, és hát utána nyilván a kiáltó térben pedig az Ikarushoz köthető egyéb tárgyak tekinthetők majd meg. No, ez az egyik, de hát aztán a fotóművészet is középpontba kerül majd. Sőt, az hamarabb is, mert az május 23-án nyílik, és a Csók képtárban. Tehát gyakorlatilag világhírű, többnyire magyar számzású fotósainkat mutatjuk be, például Robert Kapa vagy André Kertész műveit ugye nem kell bemutatni. Külföldről is érkeznek fotók, körülbelül 150 fotó lesz kiállítva, és itt úgy számítunk, hogy ez már nem csak a fehérváriakat, ez talán egyéb települések, gyakorlatilag országos jelentőségű kiállítás lesz. Ez átnyúlik majd a nyári időszakba is nyilvánvalóan, de hogyha már nyár, akkor a királyi napok kapcsán az már hagyomány, hogy akkor is szokott valami különleges dologgal készülni a múzeum, ez idén is így lesz? Így van, ez ahogy mondod most már hagyomány, tehát minden évben az adott királyi szertartásjátékokhoz igazítva egy-egy uralkodó bemutatását szoktuk napirendre tűzni. Idén 4. Béla királyunk kerül bemutatásra, és most a hagyományok ellentétben ugye nem a rendházban, hanem ez is az országzászló téren lesz bemutatva. Ott már tudunk-e valami apróságot elárulni, érdekességet, vagy ezt még hagyjuk titokban a nézők előtt? Ez még egyelőre titok, viszont tehát ez mindenképp augusztus 9.-10. környékén fog nyílni, annyit már tudunk, és egy kiemelt eseményként tartjuk számon majd a királyi napok indulásának. Érintőlegesen már beszéltünk arról, hogy ugye a rendház épülete zárva tart, hiszen hát egy nagy fejlesztésre készül a múzeum. Így van. Gyakorlatilag most ennek az előkészülete zajlik. Most a legfontosabb, hogy a rendházban található műtárgyainkat listába vegyük, ugyanis ez egyébként minden más megyei múzeumhoz hasonlóan több 10 éves elmaradások mutatkoznak a nyilvántartások terén. Ez igazából nem meglepetés, főként ugye itt is a régészet, ami viszi a prímet, ugye hát a múzeumnak ugye Gorziummal együtt 3,5
milliós műtárgyállománya van. Az azért nem, tehát az nem kevés. Szerintem ez nincs bent így a köztudatban. Én nem szerintem se, sőt ez országos szinten is kiemelkedő, egyébként a többi múzeumhoz viszonyítva is. Hát ebből csak a régészet közel 2 millió, tehát... Az akkor a műszaki oldalnak lesz most a szervezés és egyéb... Így van. És ugye azt még tudni kell, hogy a 90-es években a nagy beruházások terén éves szinten 20-30 ezer tétel érkezik be a múzeumba, és ugye ezeket folyamatosan leltározni, revíziózni, hát ennyi szóval megerőltető feladat a szakemberek. És hol férnek el ezek a dolgok? Most így nekem ez fordult meg a fejembe. Most visszakanyarodnék a vidéki múzeumok közgyűlésére is, ugye ahol többi megyei múzeum is bemutatkozott, illetve még egyéb vidéki múzeumok is. Gyakorlatilag ez országos szinten a legnagyobb probléma a múzeumoknál a raktárhelyzet. Tehát általában kapacitásgondokkal küzdenek, vagy nem megfelelő állapotú a raktár. Most mi ilyen szempontból egy picit szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis a fenntartónk ugye vásárolt egy raktárhelyiséget. Gyakorlatilag oda kell majd átköltöztetnünk a rendházból az ott található műtárgyainkat, és ha minden igaz, ez hosszú távon megoldja majd a problémáinkat. És akkor ezzel egy darabig most ezzel a 3 millió dologgal el lesznek foglalva a szakemberek és így a munkatársak, az biztos. A kollégák most gőzerővel ezen dolgoznak. Aztán, ha már a rendház, illetve ha már múzeum, akkor az elmúlt időszakban olvashattak nálunk is a Heti Lapban, beszámoltunk arról a fehérváriaknak, hogy a múzeum udvarában is gyakorlatilag régészeti feltárás folyt. Így van, tehát ez is a beruházáshoz kapcsolódik, ugye jelen jogszabályok szerint ilyen esetben, ha egy nagy beruházás zajlik, akkor megelőző régészeti feltárást kell folytatni. Ez azért is különleges, ugyanis ilyen szintű feltárás a jelenlegi épületünkben még nem zajlott. Ugye azt tudni lehet, hogy 1740-es években épült a mai rendház, tehát az alapjai oda vezetnek vissza. Illetve még a pár tíz évvel később épültek egyéb egységei, de gyakorlatilag már ekkor elkezdték építeni. Most, amit mi találtunk, gyakorlatilag falakról beszélhetünk, hogy előjöttek, ezek körülbelül a török kor végére datálható falak, melyek fent találhatók, viszont alatta teljesen más irányú falrendszereket sikerült megfigyelni, ami akár a középkorig is visszavezethet. Most jelenleg ugye még folyamatban ez a feltárás, tehát így különböző szakmai dolgokat még most nem tudok elárulni, viszont azt azért kiemelném, hogy nagyon szép leletek kerültek elő. Már most, tehát 3-at ki is tudok emelni, előkerült egy kis tőr, az valószínűleg középkori 15-16. Századi, akkor egy bronz korsó, ami törökkori, illetve egy gyönyörű püspökmintás kályha csempe. Arra majd nagyon kíváncsi leszek személy szerint is, hogy mi jön ki belőle. És ez azt is jelenti, hogy mondjuk ezek azért nagyjából épségben kerülhettek elő, hiszen ahogy említetted, nem volt bolygatva a terület, nem lehetett ott tudni, hogy mi van, és ezért aztán gondolom, hogy óvta is őket a föld mélye. Részben ez igaz, az a szerencse, hogy tehát itt ugye a középkori várfalon belül vagyunk azért, tehát hogy a középkorban mi volt, arról azért kevés adatunk van, hogy pontosan ezen a területen mi volt, hát épületek nyilván. De azt nem tudjuk pontosan, és ugye amikor a rendház megépült, azt szerencsére után is udvarként használták ezt a területet, ahol most ástunk. Így ez valamilyen szinten megóvta, de azért egy-két új épület vagy alapozás nyilván valamelyes bolygatta sajnos ezeket a falakat, vagy hát a közművek, ugye, ami a föld alatt húzódik. De gondolom, hogy várakozás előzte meg mindenképpen ezt a munkát a kollégák részéről is. Hát így van, tehát ezt kiemelt figyelmet szenteltünk neki, és gyakorlatilag minden kollega nagy érdeklődéssel várta, hisz, ahogy mondtam, tehát nem sok adatunk volt előtte, hogy ott pontosan mi lehet. És hát kíváncsian várjuk a folytatást is, mert most mert már... akkor ezek szerint lesz folytatás majd. Reményeink szerint igen, tehát ugye fel kéne tárni majdnem a teljes udvart ahhoz, hogy kellő képet kapjunk erről. És akkor ilyenkor mi történik ezekkel a tárgyakkal, amik ott előkerülnek? Hát ami előkerül, az elsősorban ugye kapnak egy leletkísérőt, tehát egy azonosító számmal ellátjuk őket, majd bekerülnek a restaurátor műhelybe. Ugye a restaurálás az megtörténik,
ekkor az adott szakember, a régész, jó esetben a feltárás vezetője beleltározza ezeket a tárgyakat. Tehát ott akkor meghatározza a pontos korát, állapotát, leírást készít róla, illetve bekerül egy leltárkönyvbe. Bejegyzésként lefotózzuk, ledokumentáljuk, és utána reményeink szerint egy kiáltás keretében majd be tudjuk mutatni ezeket a tárgyakat. Jó esetben, hát nyilván utána a legvégső esetben ugye a raktározását kell majd biztosítani ezeknek a tárgyaknak is. És növeli a 3 millió fölötti tárgy együttes darabszámet. Igen. Hogyha már az érdeklődésnél tartunk, akkor talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy az elmúlt időszakban a másik ilyen dolog, ami nagyon-nagyon nagy érdeklődés övezte, az a bazilika környékének és a belsejének a feltárása, ugye honnan előkerült a korpusz is, és hát nyilván lehetett látni ott a kollégák részéről, hogy folyamatosan, főleg amikor kint dolgoztak, akkor mindig megálltak a fehérváriak, és mindig érdeklődtek. Itt majd mi várható a jövőre nézve? Így van, tehát ezt az ásatás nagy figyelem követte, mind szakemberek részéről, mind a fehérváriak részéről. Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Bazilika belsőben is, ugye az Egyházmegyei Múzeumnak köszönhetően feltárást tudtunk végezni. Egyébként a múzeumunkban az még kiemelt jelentőséggel bír, hogy most már gyakorlatilag jó pár évre viszonylag elmondhatjuk, hogy minden évben tudunk tervásatást végezni. Ez ugye azért is fontos, mert a legtöbb múzeum beruházást megelőzően szokott ásatásokat végezni, jogszabály által előírt kötelezettségből. Viszont a tervásatást ugye jobban meg tudja tervezni egy szakember, a területet is általában ott ugye mi jelöljük ki, illetve a mi módszereink, időbeosztásunk alapján zajlik az egész. Tehát itt sokkal több megfigyelésre van lehetőség. Most a bazilika területén ugye előtte a négykaréjos templom, a bazilika belsejében is zajlottak ugye feltárások, illetve hát az észak-észak nyugati részén még a bazilikának, ahol szintén egy monumentális épületet sikerült megfogni. A jövőben egyébként pár év múlva még várható a bazilikának az észak-keleti részén is, hogy feltárásokat fogunk folytatni, reményeink szerint. És nyilván ott a régészet, vagy az ásatást vezető régész is újabb elvárásokkal megy majd neki a területnek, hiszen azért ez egy nagyon izgalmas terület a bazilika és környéke. Hát így van, hát ugye ide vezetjük vissza, hogy gyakorlatilag a kezdetek ugye ide kapcsolhatók Székesfehérvár történetében, és így igazából az ország történetében is. Annyi mindenről beszéltünk, a jövőre vonatkozóan milyen fontosabb terveket emelnél még ki? Hát most a legfontosabb a következő hetekben mindenképp az SMS-nek fogunk nekiesni, tehát ezt kell rendesen megalkotni, hogy egy működő szervezeti egység jöjjön létre. Nagyon fontos lesz ugye a vezetőbeosztású kollégáknak a kinevezése. Egyébként nagyon nagy óriási változásokra azért nem kell számítani. Terveink szerint még nevesebb szakembereket fogunk hozni a múzeumhoz. Itt most még egyelőre neveket nem mondanék. De mindenképp egy picit a tudományos életet és a belső működést szeretnénk rendbe rakni. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szívesen máskor is. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, és hát most itt megragadom az alkalmat, hogy bár a rendház épülete zárva tart, azért jövő hét pénteken majd kinyílik a múzeum díszudvara, és hogyha nem is múzeumi programra, de én azt gondolom, hogy a múzeumba illő és a múzeumhoz méltó programra invitáljuk majd önöket, hiszen a 18 órától pénteken a múzeum díszudvara ad otthont a 10 éves fehérvári versünnepi jubileumi gála műsorának. Várunk minden érdeklődőt nagy szeretettel, első helyszín pedig a Városháza díszterme. Köszönöm, hogy itt voltak.